Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Dupla annyi itt a sofőr van itt, mint máshol, villámrazziákat tartanak majd a halasi rendőrök. Elfogták őket, migránsoknak nézte valaki a halasi túrázókat, rendőrt hívtak rájuk. Aszfaltoznak a Bajza utcán, a felújítási sorrendben a Petőfi utca lesz a következő. Fásítás önkormányzati segítséggel, a főkertésznél kell jelentkezni a féláras növényekért. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió hétfői hír összefoglalóját látják. Feltehetően egy olajfolton csúszott meg egy Opel Corsa szombaton délután az 53-as főúton Halas és Balota szállás között. A helyszínen megtudtuk, hogy a baleset egy jobbra ívelő kanyar után történt, az autó előbb letért az útról, ketté tört egy akácfát, majd az oldalára borulva megállt. A jármű totálkáros lett. A sofőr egyedül ült az Opelben, öt kórházba szállították a mentők. A baleset pontos körülményeit a halasi rendőrkapitányság közlekedés rendészete végzi. A helyszínen is és a műszaki mentés idején teljes, illetve félpályás útzár volt az úton. Razziák sora várható. Dupla annyi balesetet okoznak az itt a sofőrök Halas térségében, mint máshol az országban. Éppen ezért most szigorítás jön. A legváratlanabb helyeken és időpontban szondáztatnak a rendőrök minden közlekedőt. Nagy János, a halasi rendőrkapitányság közlekedési vezetője úgy gondolja, ez így nem mehet tovább. 10 balesetből 2 ittas ember okoz. A legutóbbi razzia során például 4 részeg sofőrt fogtak alig 1 óra alatt. Pénteken végrehajtottuk ezt a fokozott ellenőrzést, ez egyenesen célirányosan az ittas vezető kiszűrésére irányult. A kollégáimnak a célja az volt, hogy minél több gépjárművezetőt megállítsanak, és akit megállítanak és intézkednek velük szemben, azokkal mindenkivel fújassanak szondát. Hát ennek az lett az eredménye, hogy összesen 4 darab gépjárművezetőt sikerült kiszűrni a forgalomból, akik vezetés előtt alkoholt fogyasztottak. Sajnos ez egy régi magyar szokás még a múltból, hogy van jó barát, ez az, majd hát ha elintézi, holott ezt már nem lehet. Ilyen nincs. Aki iszik, akkor ne vezessen, és kész. Hát minden más ember, aki nem iszik, kibírja, akkor sok baleset van belőle, stb. Stb. Az ittas vezetők számának növekedésére több magyarázat is lehet. Cseri Tibor úgy gondolja, a migráns helyzet is közrejátszhat. Az a baj szerintem, hogy a rendőröknek most más dolguk van, és nem nagyon tudnak arra figyelni, hogy a közlekedésben mi van. Én úgy látom legalábbis, ugye mindig elvezénylik őket ide meg oda, nem látom nagyon, hogy itt az utcán lennének. Szóval szerintem a kocsikra, tehát a gépkocsi vezetőkre nem nagyon sok figyelem tud most jutni. Egyszerűen a létszámhiány miatt szerintem. Nagy János ezredes most villámrazziákat rendelt el az itt a sofőrök kiszűrésére. Mint mondta, nem tudja, hogy miért ilyen felelőtlenek a halasi sofőrök. Ezt nem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy itt dupla annyi közlekedési baleset történik ebből az okból. Az ellenszer tudom csak mondani, hogy
az ilyen típusú közlekedési baleseteket csak egy módon tudjuk kiszűrni és visszaszorítani, hogyha fokozzuk a rendőri ellenőrzést, és célirányosan ezeket, tehát minden gépjárművezetőt megállítunk, akit lehet, és akit viszont megállítunk, azokkal szemben szondát alkalmazunk. Úgyhogy a következő időszakban a gépjárművezetők türelmét kérem, fokozottabb rendőri jelenlét lesz az utakon, többször fogunk megállítani, ellenőrizni, és akit megállítunk, azokkal szondát fogunk fújni. Nem vagyok érintett benne, én nem iszok. Tehát nyilván máshogy vélekedek erről a dologról. Szerintem nem probléma, hogyha nem tartja föl olyan sok ideig az autósokat. Mondja, az a lényeg, hogy ne órákig kelljen várni. Megfújja, kész, viszontlátásra. Egy-két perc, ha elintézik, akkor szerintem jó dolog, igen. Gyalog túra nem várt izgalmakkal. Vasárnap reggel több mint 20 lelkes halasi indult útnak Zsanáról Kiskunhalasra a Krausz gyalog túra keretében. Mint utólag kiderült, a környék lakói közül valakik látták a csapatot, bejelentést tettek a rendőrségen, mivel azt hitték, migránsok vonulnak a homokbuckás területeken. Király Gábor a túra vezetője azt mondja, egy rendőrségi igazoltatás során könnyedén tisztázták magukat, így már mosolyogva gondolnak vissza a hétvégi eseményekre. Egy nagyon jó hangulatú Krausz gyalog túrán vettünk részt, és Zsanától indultunk, kimentünk Zsanára autóbusszal, leszálltunk, átmentünk a falun, majd be a mondjuk idézőjelben a zsanai havasokba, tehát a buckákba, gyönyörű szép 18-20 kilométeres túrát tettünk meg, majd amikor kiértünk a Majsai útra, a Sertéstelep környékétől indultunk vissza a városba. Egyszer csak jön velünk szembe a rendőrség, és igazoltat bennünket, mert ugye általában már reggel 8 órakor bejelentés érkezett, hogy migráns csoportot láttak Zsana környékén, és azóta kerestek bennünket, persze rögtön megállapították, hogy itt nem arról van szó, hanem hogy egy nagyon jó baráti csapat tett meg egy nagyon klassz túrát, és de azért mégiscsak érdekes volt, hogy már az egész megyében által kerestek bennünket, a megyei rendőrség is föltette az egészet, hogy keressék meg ezt a csapatot, de aztán persze meglettünk, és semmi gond nem volt, csak olyan humoros volt az egész, és érdemes volt azért ezt is megjegyezni, mert úgy gondolom, hogy ilyen ritkán találkozunk. Tehát lakossági aktivitás során ugye azt gondolták, hogy erre vándorol egy migráns csoport. Persze, aki ránézett komolyan a csapatunkra, az láthatta, hogy itt szó sincs arról. Pár nap és sima aszfalton suhanhatnak a járművek. Felmarták a halasi Bajza utcát, és várhatóan a héten az aszfaltozás is megtörténik. Ma reggel megkezdődött a régóta várt útjavítás. A kivitelezést próbálják úgy megoldani, hogy az a lehető legkisebb fennakadással járjon. Minden évben próbálnak egy-egy gyűjtőutat megújítani. A sorban a következő a Petőfi utca lesz. Munkagépek dolgoznak a Bajza utcában, új aszfaltréteget kap az utca, ez már igencsak ráfért. Aki arra járt, az tudja, hogy töredezett és gödrös volt a burkolat. Évek óta nem volt halason ilyen útjavítás. A több mint 24 millió forintos felújítást az önkormányzat költségvetése finanszírozza. Közbeszerzési eljárásban nyertes Halasi Városgazda ZRT-vel a múlt héten megtörtént a vállalkozói szerződés aláírása, ma reggel pedig a munkaterület átadása, és mint ahogy látható, intenzíven el is kezdődött a munka. Jelenleg az aszfalt rétegnek a felső néhány centiméterét marják le, ezt követően pedig egy új koporréteg kerül a felületre. Természetesen a szerelvényaknáknak, csatornaszemeknek, víznyelőknek a szintre helyezése is megtörténik. Ez mintegy 4000 néhány száz négyzetméteres felület. Az 53-astól a Bajza utca végén levő vasúti átkelő közelében fog befejeződni. A lakosság nem is gondolta, hogy ilyen gyorsan megkezdődik a felújítás, így reggel munkába menet, sokan meglepődtek a munkagépeken, de mindenki azt mondta, várta már ezt a pillanatot. Már rá is fért erre az utca rész, meg legyen már javít, mert ez nagyon kritikus volt az utca már. Akkor örül neki? Én igen, örülök neki, mert szinte nap mint nap járok rajta. Örülünk neki, már régen ráfért volna, hogy felújítják, úgyhogy. Reméljük, így jól lesz a közlekedés. Nagy a forgalom ezen, különösen a reggeli órákban, és a délután 4 óra körüli időben, hát akkor jönnek a gyerekek és a szülők, akkor egész tumultus van, nagy a forgalom. A kivitelezést próbálják minél gyorsabban és minél kisebb fennakadással elvégezni, hiszen nagy a forgalom ezen az úton, főként a fazekas iskolai kereszteződésnél. Az ütemezésről a lehetőségek szerint az ERT ma tájékoztatja az utcában lakókat.
igyekeznek a forgalomkorlátozásokat olyan szinten kitáblázni, hogy a távolabbról érkezőknek ne okozzon ez fönnakadást. Amíg az aszfalt marás tart, addig ilyen helyszíni forgalom irányítással tudják terelgetni a közlekedőket, majd amikor az aszfaltozás megkezdődik, akkor kell számítani lezárásokra. Ez összességében meg az aszfaltozási munka 2-3 nap alatt megtörténik, tehát hogyha az időjárás is engedi, akkor jövő hét legelejére az egész beruházás elkészül. Addig szeretnénk kérni egyrészt az utcában lakóknak a türelmét, másrészt pedig az erre közlekedőkét. Az aszfaltozás is valószínű olyan szakaszolásban fog megtörténni, hogy nagy kerülőkre ne kelljen számítani. A képviselőtestület célkitűzése, hogy minden évben legalább egy nagyforgalmú gyűjtőutat szeretnének felújítani. A sorrendben a következő Petőfi utca lesz. Ennek már folyik az előkészítő munkája, amit bonyolultabb a közműhelyzet. A Bajza utcában megkönnyíti a kivitelezést, hogy itt rendben voltak a közművek. Szombaton a Közösségek házában rendezte a Halasi Média és Kultúra Kft. Az indiai estet. A programok kora délután kezdődtek jóga és ruha bemutatóval, Hare Krishna tánccal, majd indiai ételek kóstolója csábította a közönséget. A folytatásban előadás hangzott el a két nép barátságáról. Este pedig a nemzetközi szinten is elismert Kalkutta trió adott ízelítőt a klasszikus indiai zenéből. A fotókiállítás megnyitóján részt vett Rahul Chabra, India magyarországi nagykövete is. Érdekesség, hogy ő excellenciája csak a múlt hónapban érkezett Magyarországra, és ez volt az első hivatalos látogatása. This is my first visit outside Budapest. I've just arrived in Budapest last month. Ez az első hivatalos látogatásom Magyarországon, mert csak a múlt hónapban érkeztem az önök hazájába. Egy héttel ezelőtt találkoztam a magyar elnökkel, és nagyon örülök, hogy először ide jöhettem Kiskunhalasra. Úgy látom, itt ezen a tematikus indiai esten is nagyon szeretik a magyar emberek a kultúránkat, és érdekli őket, hogy mi hogyan élünk. Az is nagyon fontos, hogy több korosztály van itt jelen, és várja, hogy mi fog még történni. Ennek nagyon örülök. Újra lesz őszi fásítási akció. A közterületekre kiültethető növények árának felét most átvállalja az önkormányzat. Az igényléseket a városi főkertészhez kell benyújtani, ő ad majd szakmai tanácsot, hogy hová, milyen növény ültethető. Így néz ki Kiskunhalas madártávlatból. Gyönyörű zöld az egész város, nem csoda, hogy a hozzánk érkező vendégek elismerően szólnak a parkok, ligetek, fasorok láttán. Persze megvan mindennek az árnyoldala is. A nem megfelelő helyre ültetett fák belenőnek a távvezetékekbe, nem egy esetben rongálják a homlokzatot, a tetőszerkezeteket. A főkertész szerint nagyon fontos, hogy a közterületekre sok fa cserje kerüljön, de figyelembe kell venni a helyi adottságokat. Most ősszel az önkormányzat is partner mindebben. Közterületre tervezünk őszi fásítást, azoknak a lakóknak a jelentkezését várom, akik az házuk, ingatlanuk előtti utcafronton, közterületen szeretnék egy kicsit szépíteni a környezetüket. Ehhez szeretne az önkormányzat hozzájárulni anyagilag, illetve azzal a segítsége, hogy központilag szereznénk be faiskolákból szaporító anyagot. A fák árának a felét kellene a lakónak fizetni, a másik felét az önkormányzat állná. Bárki jelentkezhet nálam, az egyetlen feltétel, hogy közterületen kívánjon fát ültetni, tehát ezzel a város vagyonát szeretnénk közös erővel gyarapítani a lakókkal egyetértésben. Ügyfélfogadási időben a városüzemeltetési osztályon nálam lehet jelentkezni, ott megnézzük, hogy milyen helye van, milyen fa lenne oda jó, és közös megegyezéssel megállapodnánk abba, hogy mit szeretne oda ültetni. Ezután én adok erről egy utalványt. A fák a Városgazda ZRT Szent Imre utcai telephelyén, vagy a Szemerédi faiskolában lesznek átvehetők. Igazából mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy Kiskunhalason rengeteg vezeték húzódik az utcák és a járdák felett. Mindenképpen ez alapján kell döntenünk, hogy gömb oltványfákkal tudjunk beültetni ezeket a részeket. És elsősorban tudok ajánlani gömbmedgyeket, gömbhársakat, gömbszivart, gömbjuhar, gömbkőr is. Ezeknek a fáknak a járdák tekintetében mindenképpen meg kell lenni a 180 centi oltás magasságnak, hogy egy normál járókerülnek a fejmagassága ez, ahol nem okoz semmiféle gondot az, hogy lehessen ott közlekedni. Matos Andrea főkertész szerint a pótlásra és a közterületi ültetésekre szánt fák 2 hétig lesznek majd elérhetők a lakosság számára.
Maga a fáknak az elvitele az november 5-e csütörtökön kezdődne, és 19-e péntekig el kellene vinni a faiskolából, illetve a városgazda telephelyéről a facsemetéket. Ez az időpont ideális a faültetéshez. Újra pöfögtek az öreg járgányok, veterán traktor, stabil motor, autó és motor találkozó helyszíne volt Kiskunhalas. A Szegedi út melletti területen a régi mezőgazdasági gépek, járművek, gyűjtői, felújítói találkoztak pénteken és szombaton. Az összejövetelt Undi Dezső és fia emlékére szervezték a hozzátartozók, valamint Csatári Sándor és barátai. Az ország minden részéből, sőt még Szerbiából is érkeztek kiállítók, hogy bemutathassák legújabb szerzeményüket. A térség egyik legnagyobb mezőgazdasági sereg szemléjén újra dohogtak a gőzgépek, pöfögtek a traktorok. A szemerkélő eső ellenére a muzeális korú régi masinák több száz embert csaltak ki a Szegedi út mellé. Ritka pillanatokat élhetett meg a közönség, ugyanis újra beüzemelték a cséplőgépeket, így felidézték az elmúlt század betakarításait, mezőgazdasági munkájait. Minden eddiginél több helyszín várta az érdeklődőket. A hagyományoknak megfelelően szeptember utolsó péntekén a Szilády Gimnázium is csatlakozott a Kutatók Éjszakája elnevezésű országos rendezvényhez. A szokásos állomásokon kívül ezúttal egy 4 teremből álló kalandtúrán is részt vettek a legbátrabbak. A szervezők legnagyobb örömére több korosztályt is sikerült megmozgatni a programokkal, hiszen az óvodások és iskolások mellett még nyugdíjasok is voltak a látogatók között. Évek óta megrendezésre kerül iskolánkban a Kutatók Éjszakája rendezvény, de ebben az évben az Oktatási Híd rendezvénysorozat keretében került ez megrendezésre. Délelőtt a gólyafészkes óvodából 2 csoportot fogadtunk a laboratóriumban, ma este pedig 11 helyszínen vártuk a diákokat, a laboratóriumban, az állatházban, logikai játékokat, Lego robotot és még nagyon sok érdekességet tapasztalhattak meg itt a gyerekek. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Dupla annyi itt a sofőr van itt, mint máshol. Villámrazziákat tartanak majd a halasi rendőrök. Elfogták őket. Migránsoknak nézte valaki a halasi túrázókat, rendőrt hívtak rájuk. Aszfaltoznak a Bajza utcán, a felújítási sorrendben a Petőfi utca lesz a következő. Fásítás önkormányzati segítséggel, a főkertésznél kell jelentkezni a féláras növényekért. Kedves nézőink, arra kérem önöket, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján. Hamarosan megmondjuk, milyen idő várható a következő 24 órában. Majd ezt követi a napi mozaik rovatunk, benne a Welcome zenekar zenél nekünk a szüreti napokról. 7:30 kezdődik a 153 Lélekmód magazin. Csányi Ágnes már itt van a stúdióban. Szia Ági, mi lesz a mai téma? Szia Laci! Köszöntöm a nézőket a 4. évadban. A témánk tévedni emberi dolog. De mintha ezt időnként elfelejtenénk. Pedig nagyon sok jó is származhat a hibákból. Például az, hogy fejlődünk, vagy például így fedezte fel Kolumbusz Amerikát, vagy a Penicillin Fleming. Mivel iskola kezdés van, ez egy fontos dolog, hogy hogyan álljunk a hibához, hogyan tudunk belőle úgy tanulni, hogy az a legsikeresebb és örömtelibb legyen. Ebben segítenek szakértőink, tartsanak velünk! Köszönöm szépen, tartsanak velünk holnap este 7 órakor is, akkor Fehér Erika várja itt önöket a Híradó stúdióban. Viszontlátásra!